Szeretettel vártalak benneteket, és köszönöm, hogy eljöttetek, mert akik itt vannak, azoknak ugyanúgy fontos a víztéma, mint nekem. Ezt a víztémát azért hoztam létre, mert a honfitársaim úgy érzem, hogy nem elég ismerik a víznek a titkait és a rejtelmeit. A vízről minden nap témánk a víz, és minden nap fogyasztunk vizet. Hát ismeritek azt a mondást, hogy 3 perc levegő nélkül, 3 perc víz, 3 nap víz nélkül, és 3 hét élelem nélkül. Akkor már gondba vagyunk. A világon, a földünk 70%-a víz, tengervíz. Szervezetünknél ugyanígy 70% vízből vagyunk. A víz témánk nagyon fontos. Kérlek, azok az előadók, akik most eljöttek hozzátok, mindegyikünk tud tudást adni nektek. És ezért örülök, hogy eljöttetek, mert ezt a tudást a vízről úgy érzem minden embernek, honfitársaimnak tudnia kell. Kár, hogy nem vagyunk még többen, de remélem még többen érkeznek, mert nagyon fontos, hogy a vízről beszéljünk. Részletekben egészen a sejtekig kell tudnunk, hogy a sejtjeinknek miért kell a víz, és legfőképpen a tiszta víz. Ezért rendezem ezt a rendezvényt, hogy a tiszta víz rejtelmeit mindenki megismerje. Legelőször szeretném bemutatni barátomat, Pej Kálmánt, aki a vízről írt egy csodálatos könyvet is. Ez egy mesekönyv, és hogyha van a családban gyerek, unoka, akkor vigyetek neki ilyen mesekönyvet. Pej Kálmán barátom nem csak író, hanem csodálatosan tud a régi magyar hangokat összehozni tárogató hangjával. Ez a hang, a tárogató hang úgy érzem, hogy minden magyar szívet megdobogtat. Kérnélek, Kálmán, hogy beszélj egy pár szót a könyvedről, és egy kicsit magadról is. Tisztelt magyar barátaim, Pej Kálmánnak hívnak. Én nem író vagyok, és nem zenész. Építőmérnök a hivatásom, de már gyerekkorom óta volt bennem, vagy van bennem egy nagyfokú humán érdeklődés. És 6 unokával áldott meg a Jóisten bennünket. Itt van kedves feleségem is, és az unokáimnak este olvasgattam meséket, mikor nálunk voltak. Kiolvastuk már ezt a mesékönyvet, azt a mesékönyvet, 77 magyar népmesé, stb. És egyszer csak valamelyik unokám megszólalt, papi, most már meséljél fejből. És akkor hát mit meséljek? És elkezdtem vízcseppecskékről mesélni nekik. És meséltem egy-két történetet, másnap megint ott aludtak este, próbálkoztam megint a 77 magyar népmesével, azt mondtam, nem, vízcseppecskéket mesél. És akkor elkezdtem az előző napit mesélni, ja, ne azt mesél, papi, hát valami más történetet mondják. Na, így indult az egész dolog, és tulajdonképpen a víz körforgása a keretmese, és 3 unokám átváltozik vízcseppecskévé, meg én is, mint papi, és így különböző történeteken keresztül tulajdonképpen a víz körforgását járjuk végig, és hát történnek dolgok, és vannak benne olyan erkölcsi és
régi magyar erkősre vonatkozó hát, rejtett tanítások benne, ami nem csak gyerekeknek érdekes, hanem szülőknek, nagyszülőknek is. Tegnap előtt fölhívott egy jó ismerősöm, akinek adtam egy könyvet még tavaly novemberben, és azt mondta, hogy van egy 5 éves kislány unokája, és csak ezt akarja hallgatni. Mindig ezt kéri, akárhányszor eljönnek hozzájuk, akkor őtől, mint nagyapától, ezt kéri, hogy mesélje ezt. És én nagyon örülök neki, mert az LMBTQ meg egyéb vonalak előtt kezdtem én ezt már írni, és úgy látom, hogy ez most így együtt, ez egy jó kompenzáció. És a gyerek a jövő. Tehát, hogyha a gyereket nem csiszoljuk, mint a gyémántot csiszolják, akkor nem lesz belőle normális magyar ember. Tehát én úgy gondoltam, hogy ez egy olyan mese, ami adjon a gyereknek majd jövőben útmutatást, erkölcsi tartást, ősökre való emlékezés is van benne, és remélem, hogy aki majd elolvassa, annak tetszeni fog, illetve meg fölfényesíti egy kicsit a magyar szívét. Itt van egy kis stand, ha valaki akar belőle vásárolni, ott lehet venni. A tárogatóról pedig annyit, hogy valahogy benne volt a szívemben, hogy ezt nekem meg kell tanulnom. Na most valójában nekem zenei műveltségem általános iskola 8. osztálynál megragadt. Kicsi hallásom van, és pár nótát ismerek, és van nekem, van tárogatós baráti társaságunk. Itt van egy barátom és az Ambrus Karcsi, majd megbeszéltük, hogy ha alkalmazott, majd egy alkalmat ad a Csaba, együtt is fogunk majd fújni talán egy jó kis kurucnótát, hogy fölpesdüljön a vérünk. Megtanultam tárogatózni, és szeretem ezt a hangszert. Ez a magyar léleknek a hangjait adja számomra. És ugye benne van a nevében a tár, azaz kinyitás, tehát ilyen nyitás a magyar lélek felé. És ezért tetszik nekem a tárogatónak a hangja is, meg azok a régi nóták, katonanóták, kurucnóták, első világháborús, második világháborús nóták is, ami egy kicsit a hagyományőrzéshez is kapcsolódik. Ez a vízhez úgy kapcsolódik, hogy telefújjuk a ugye fúvos hangszert, úgyhogy időnként esetleg tisztítani kell, és ez a tárogatós társaság, ez évente összejön, szerencsem, a Rákóczi Várba szoktunk összejönni, országos tárogatós találkozó, a Rákóczi Tárogató Egyesület szervezi, és hát talán tudják, hogy 2015-től a tárogató hungarikum is egybe, tehát ez egy magyar kincs, amit őrizni kell, és őrzünk is, szerintem. Csaba megkért, hogy fújjak egyet. Úgy gondoltam, hogy egy himnusszal kezdek, de nem a szokványos magyar himnusszal, hanem a Boldogasszony anyánkkal, és azért, mert ez volt a régi himnuszunk, és még azért is, mert a dallama, az a nyék törzsünknek a himnuszának a dallama. A szöveg elveszett, de a dallam, ez a nyék törzsünknek a dallama. Ez is fontos. Mivel himnusz, akár lehet énekelni, és föl is lehet állni. Thank you.
köszönöm, hogy énekelték. Köszönöm szépen Kálmánnak, mert tényleg tárogató hangja minden magyar szívet elér és megdobogtat. Most pedig következzen barátom Jó Lajos. Azt hiszem nem könnyű megszólalni itt a közös éneklés után, úgyhogy próbáljuk azért ezt tenni. Azért is izgalmas, mert ugye a Boldogasszonynak és a víznek számos kapcsolata is van, amit tudhatunk. Annyit mindenképpen tudunk, hogy a víz az egy női minőség. Ez azért nagyon fontos, mert azt gondolom, hogy ha megpróbáljuk csak saját magunkban felsorolni a víznek a tulajdonságait, akkor valószínűleg rá fogunk jönni, hogy ez nem egy macsó tulajdonságcsoport. Mindenki ezt megteheti magában is, én is föltönnék most itt egy 30 féle jellemzőt sorolni, amelyek szinte mindegyike női minőség. Azt gondolom, hogy az országunknak is van egyfajta, és a kultúránknak is van egyfajta mellérendelő női minősége. És ezt a csodát, azt gondolom, amit a nyelvünk is hordoz, ezt, hogyha körbenézünk a saját világunkban, és azt mondjuk, hogy mondjuk itt vagyunk a Kárpát-medencében, akkor nyilván a vízzel kapcsolatban, vagy a természettel, vagy a tájjal kapcsolatban szintén megfogalmazhatunk egyfajta szervességgel kapcsolatos természetességet, amit abban reménykedem, hogy talán sikerül majd mondjuk úgy, hogy helyreállítani. Ugye a fejlődés sokféle, itt a mennyiségi fejlődés az, ami jelen pillanatban dívik. Azt gondolom, hogy ezt valószínűleg az elmúlt 6000 évben nem sikerült, akkor a következőben majd mindenképpen érdemes felülvizsgálni. Ketten ülünk itt kint. Engem Jó Lajosnak hívnak, hogy kerülök a víz közelébe, egy-két mondat erről. Gyakorlatilag annyi, hogy tulajdonképpen azt érzékeltem, hogy a vízzel kapcsolatban nagyjából olyan 150 féle tudás létezik, amelyek 5, 10, 20, 100, 200, 500 éve nem beszélnek egymással. Ennek vannak nagyon jellemző ilyen határvonalai, az egyik például a hagyomány és a tudománynak a határvonalai. A hagyomány az a szerves kultúra, a tudomány pedig a szervetlen kultúra. Na most ez egy nagyon jellemző határfelület, ahol tulajdonképpen a utolsó 200 év tudománya szeretné, mondjuk úgy, hogy a múzeumban elrakni a hagyománynak a vízzel kapcsolatos tudását, ami lényegesen szervesebb és az élethez közelít, mint bármelyik résztudományi. Úgyhogy, és akkor ezt próbálom most, kb. 7 éve egymás mellé szervezni ezeket a tudásokat, hogy elkezdődjön egyfajta párbeszéd. Jelen pillanatban 108 féle tudás vezető kulcs személyiségei adják azt a tudáspotenciált, amit a hazavíze, vagy a hazai víz horizontalitás program képvisel. Ebben próbálunk végig gondolni olyan témaköröket, olyan gondokat, vagy mondjuk úgy, hogy struktúrálatlan helyzeteket, amelyek meghatározóak lehetnek a jelenünk, vagy a jövőnk szempontjából. És ilyen értelemben nagy öröm számomra, hogy a mai nap itt mellettem üdvözölhetem kedves társunkat, Padra Istvánt. Szeretettel üdvözöllek, Pisti! És az is nagyon fontos egyébként, hogy például a tudáspotenciálban például társunk egyik következő adódunk is, dr. Simon László, hogy így üdvözöllek, szeretettel vagyok.
Isten mondja ezt a dologban. Szeretettel köszöntöm Önöket. Ahogy a Lajos elmondta, Padra Istvánnak hívnak. A hazai vízhorizontalitásban 2018-ban csatlakoztam, és tegnap kaptam a meghívást Simon Lászlótól, hogy jöjjek el, hallgassak egy kicsit a vízről. Az előadókat látva nagyon szívesen tettem ennek eleget, és a Lajos megkért tegnap este, hogy beszélgessünk egy kicsit közösen. Ezt is elfogadtam, remélem, hogy Önöknek is tetszeni fog. Környezetvédelemmel foglalkoztam, és növényvédelemmel, növényorvoslással dolgoztam a közoktatásban, középiskolában környezetvédelmet tanítottam, és az egyik legfontosabb dolog volt az életemben, itt a rendezvény kapcsán is Ország József professzor úr neve följött az ő tiszteletére, és vagyunk itt mindannyian. A vele történt találkozás és beszélgetések egész más nézőpontot adtak az életemben, és azóta próbálok ezekkel a nézőpontokkal élni és jót tenni gyakorlatilag. Menet közben ki fog derülni, hogy hogyan kapcsolódok a szárazodáshoz, mint témakörhöz. Jó, nagyon szépen köszönöm, Pista. Azt terveztük, hogy beszélgetünk itt ketten egymással. És abban reménykedünk, hogy hát ha valamit ez jelenthet másoknak is. Ami érdekes talán itt a vízhorizontalitás összefüggésben, hogy a tudásoknak a szervesítése az mondjuk el tudjuk képzelni, hogyha valaki úgy gondolja, hogy mondjuk négy mérnök vagy négy biológus leül egy probléma megoldásával kapcsolatban. Ilyenkor az várható, hogy ők nagyon gyorsan fogják érteni egymást. Könnyen elképzelhető, hogy ez a megoldás, amit kitalálnak együtt, az akár másnap bevezethető lehet. Viszont, ha a természetet, a természetest vizsgáljuk, a természetnek a megoldásait, akkor az ő megoldásuk akár bármelyik, tehát akár a négy mérnöki, akár a négy biológusi, vagy bármelyik szakmájé, ugyanolyan egynemű csoportban, azt lehet mondani, hogy az eredetisége és a fenntarthatósága annak a megoldásnak sérülni fog. Mert hogy egyfajta nézőpontból nézik a világot. Míg hogyha mondjuk ugyanazzal a problémával kapcsolatban leül mondjuk egy mérnök, egy biológus, egy orvos és egy történész, akkor nagyon nehezen fogják először egymást érteni. Valószínű, hogy amit majd együtt kitalálnak, azt másnap nem lehet bevezetni. Ugyanakkor az is biztos, hogy a megoldásuknak az eredetisége és a fenntarthatósága akár nagyságrenddel is lehet erősebb, mint az előző egynemű csoporté. Ez azért izgalmas, hiszen meg vagyunk szokva az elmúlt 2500 évben ahhoz, hogy ha valaki ért hozzá valamihez, akkor arra rábízunk mindent, mert ő ahhoz ért. Ahhoz ért. És innentől kezdve izgalmas, mert az ahhoz ért, az sokszor megtapasztaljuk akár a képzés környékén, vagy akár az egészségügy környékén, és mondhatnék még számos ilyet, hogy hát bizony az, hogy valaki ráfókuszál valamire, az ugye Kassai Lajos gondolatával nem összpontosít, hanem fókuszál. Az azt jelenti, hogy egy dologra fókuszál. De nem az egyre, mint egészre. És itt óriási különbség van a kettő között. Ha a szárazodásról beszélgetünk, akkor először is az ember beüti ezt a, egy ilyen Word szövegszerkesztőbe, és akkor aláhúzza azonnal, pirossal, mert hogy nem érti, hogy az micsoda. A szárazat azt érti, de a szárazadást azt nem. Te mit gondolsz erről, mi lehet e mögött? Vagy a szárazodás mit jelenthet? Hát igazság szerint minden akkor értelmezhető, hogyha vagy értelmező kézi szótár vagy szabványok foglalkoznak vele. Gyakorlatilag ez egy folyamatot jelent az én olvasatomban, a szárazodás, mint olyan.
és ennek nem egy oka van, hanem komplex okai. Tehát több ok is van. Ugye itt van egy nagyon erős vonulat, amit lehet érzékelni. Ezt jó részt nem csak szakmapolitika, hanem politikai szinteken is megmutatkozik, ami egyrészt a mostani világunk és a világunk és a természet pusztulása kapcsán egyrészt megfogalmaz úgynevezett antropogén okokat, azaz az embertől függő okokat. Tehát mit csináltunk mi a világunkkal, hogy ilyen lett, amilyen. Ez az egyik. És a másik pedig, ennek egy konzervatívabb változat, ő pedig azt mondja, hogy hát tulajdonképpen igazából nem történt semmi, mert az ember hozzájárulása ehhez az egészhez az annyira minimális, hogy szóba se érdemes hozni. És így tulajdonképpen arról van szó, hogy tulajdonképpen a természet és a klíma az mindig változott. Most is ugyanez történik. Semmi más. És ehhez tulajdonképpen igazából nekünk egy dolgunk van, hogy alkalmazkodjunk. A kérdés az, hogy ilyenkor mit is jelenthet az, hogy antropogén, tehát hogy ember által létrehozott szárazodás, és mit jelenthet mondjuk a természet közeli világban, tehát a természetesnek a szárazodási folyamata. Mik lehetnek itt a háttérben? Mondjuk az egyik például biztosan lehet az, hogy valamikor az 1700-as években kicsit megnőttek a városok, és megnőttek a hadseregek, és nagyon erősen mozgásba indultak. A városok nem nyilván a hadseregekről van szó. És az ellátásukhoz, az energiájukhoz szénhidrátra volt szükség, ami tulajdonképpen egy gabona paradigmát indított el. Az azt jelenti, hogy gyakorlatilag mondjuk minden négyzetcentimétert, ha lehet, akkor szántóvá vagy gabonaföldé kéne alakítani. És van egy ilyen déli báb is Magyarországnak, hogy mi majd 20 millió embert ellátunk itt élelemmel. Úgyhogy ez egy óriási déli báb, úgyhogy jó lenne minél hamarabb erről leszokni. Ami érdekes talán, hogy ilyenkor, amikor a szántók megnövekednek, akkor ezt úgy hívják mások, hogy tájsebb. Tehát a szántót tájsebbnek hívják. Azért hívják annak, mert hogy jelentős mértékben elkezd a talaj minősége romlani, és jelentős mértékben csökken a talajnak a víz a háztartásának az egyensúlya. Tehát akár a húsz tartalom, akár pedig a víz tartalom. És innentől számítva, miután a barna, ugye a föld, az sokkal erősebben melegszik, mint mondjuk egy zöld felület, ami az életnek a felülete, így jelentős gonddal nézünk szembe. Tehát minél több lesz a fantasztikus gabonaföld, a monokultúra, annál inkább pusztul majd a környezetünk. Mit gondolsz erre? Hát ezzel nagyon egyetértek. Ugye, hogyha végignézzük Magyarország mezőgazdaságát, az egyik legjobban művelhető területeket adja a világon, ugye Banglades után a második ország a világon, abban, hogy a területek művelhetőek. Ez azt is hozta magával, elindult egy verseny, és kb. 50-55% az ország földjének szántható, és a szántással szépen ki lett művelve belőle a szerves anyag, a folyamatos bolygatással, az oxidációval eltűnt az egyensúly a rendszerből. A másik probléma a műtrágyázás és a kemizáció volt, ami, hogyha lefordítjuk ilyen emberi nyelvre, hogyha az ember is nagyon sok sót kezd el fogyasztani, akkor kívánni a vizet, hogy ezeket az oldatokat, az élővizet meg kell őriznünk, de gyakorlatilag a szántóba történő szerves anyag csökkenést a sók hozták magukkal. A só az nem táplálék, a talaj életet elkezdi pusztítani,
ez több szempontból rossz, de az első szempont az az, hogy a pusztulás következményeképpen ugye a termés átlagok megnövekednek, és ebből az volt a látható rész, hogy a termés átlag sokkal nagyobb, és Magyarországon a 70-es évek végétől a két tonnás gabona termések 5-6 tonnát hoztak. A dolog háttér oldala, vagy a hátránya pedig a biodiverzitás csökkenése, ugye ami már egy lerágott csont, de a valóság az, hogy eltűnt a talajékban lévő életnek a 80-85%-a, mielőtt megismertük volna. A másik probléma pedig az, hogy a elpusztuló baktériumok igaz, hogy megszabadulnak a mikroelemeiktől, és még a gabona minősége is jó, de a következőkben pedig a nitrogén túltáplálástól és az 5 tonna szemtermés minimumtól, most már 10 tonnánál járunk, eljön az a pont, amikor a növények is túl sok vizet használnak el a tájból. Tehát addig élő minden, még víz van benne, addig él a táj, addig él a növény, és a víz utánpótlás az nagyon akadályozott. A tavalyi év mutatta meg azt, hogy nem a vizek országa vagyunk, a korlátlan vizek országa, olyan muszáj sújtott bennünket, hogy az alföldön nem volt mit betakarítani rengeteg helyen. Ugye ezt a puffer képességét elveszítette a föld és a táj, ezzel a túlhasználattal és a túl sok kemikáliák felhasználásával. Én így látom ezt a dolgot, illetve a vetésváltás, vetésforgó és az európai közös agrárgazdasági programok azt hozták, hogy ezeket a monokultúrákat kell minél nagyobb területen egyszerre termelni, akkor van támogatás, tehát egy kicsit a támogatási rendszer, és ezt hozta magával a szárazodást. És ugye az is kérdés ilyenkor, hogy vajon ez egy 10 éves dolog? Ugye a klímaváltozás 2015-től mondjuk itt a jelentősebbet, a 70-es években is természetesen, meg előtte is, de hol vannak ennek a mondjuk úgy, hogy a gyökerei? És az érdekes az az, hogy van egy ilyen magyar szó, hogy vízi világ. Ez nem egy véletlen. Ez nem csak úgy egymás mellé tett két szó, mert hogy éppen így támad kedvünk. Hanem ugye ez a Kárpát-medence, ez egy szerves egység, amiben mi ugye a medence közepén most jelen pillanatban a jelen országunk, a medence közepén helyezkedik el, mint egy lavor. És ez azért érdekes, mert hogy viszonylag kevesebb a felhő és több a napsütés. Tehát például mondjuk egy Dunatisza közén átlag 2100 óra napsütés van évente. Így tulajdonképpen, amikor vízről gondolkodunk, akkor két irányból is jöhet ez a víz, ami a szárazodást tudná csökkenteni, vagy egyensúlyt tudna hozni. Az egyik, az nyilvánvalóan a csapadék. Erre a múlt év ez egy nagyon erős kontraszt volt. A másik pedig tulajdonképpen mindazok a vizek, amelyek a környező hegyekből érkeznek ide hozzánk, több lépcsőben is. És a szántóval való gazdálkodás az tulajdonképpen már valamikor az 1700-as évek elejétől elindult, tehát nem a Vásárhelyi Pálféle folyószabályozás, hanem lényegesen előtte is. Megjelent a bécsi gabonatőzsde, és hát a lovakkal vontatták az uszályokat fölfelé a gabonával, és hát kis probléma volt, mert hogy a fokok, amelyek kivezették az adott folyóknak, például Dunának, Tiszának a vizét, az a tájba, hogy élővé tegyék a tájat, ugye ez a fok gazdálkodás, vagy ártéri gazdálkodásnak is lehetett nevezni. Ezeknek a becsatlakozásai, ezek hát problémát jelentettek, mert a lovak nem tudtak ott tovább menni. Egyszerűen fogták és ezeket a fokokat betemették. Innentől számítva a lovak szépen a gátot el tudták húzni felfelé az uszályokat. Egy probléma volt viszont, hogy a környezet, tehát a táji környezet és a folyó között
megszűnt az élő-víz kapcsolat. Ez azért izgalmas, hiszen tudjuk, hogy ha egy víztestben nincsenek meg az élő-víz kapcsolatok, akkor ott hát nem az erjedés, hanem a rohadás irányába fordul a dolog, tehát csökken a víznek az oxigén tartalma, növekszik a só tartalma, a párolgástól, és így tovább. És hát az első malária betegség az 1800-as évek elején volt Magyarországon, érdekes módon. Aztán utána a Vásárhelyi Pál már szeretett volna valamit ezen javítani, de aztán végül is egy kiváló olasz kapta meg a lehetőséget, aki a Pó folyót egyenesítette ki. És hát így aztán sikerült például a Tiszát nagyjából 700 kilométerrel lerövidíteni, csak a magyarországi szakaszon. Innentől számítva a folyóknak a gátakkal kapcsolatban és a gátak következményeként tulajdonképpen megszűnt az élővíz kapcsolata a tájjal. És nyilvánvalóan itt egy árvíz védelemről van szó, csak nekem az a gondom ezzel, hogy igazából az árvízvédelem, hogyha már homokzsákok vannak, akkor az a víztöblet gazdálkodás szakmájának a csődje. A katasztrófa védelemnek persze a hősiessége, de a víztöblet gazdálkodás és víztöbletet kezelő szakma az tulajdonképpen, mintha nem is létezne ezek szerint. Beállt a gabona paradigma mögé, és innentől kezdve mindent sikerült, minden vizet sikerült a tájból kivezetni, be a nagy folyóba irány a Fekete-tenger. Tehát mondjuk több ezer balatonnyi víz hiányzik, lehet így mondani. Nem egy. Úgyhogy a tájból érdemes lenne nézni a vizet, és nem a víz felől a tájat. A táj ugye az gyakorlatilag minden, az nem egy nemzeti romantika, hanem az abban benne vannak a városok, benne vannak az ipari parkok, benne vannak a mezőgazdasági területek, benne vannak a települések, benne vannak a nem, stb. Stb. Manább csak a természetnek, manább csak a nemzeti parkokat hívják lassan. Pedig hogyha belegondol valaki, hogy egy városban azért mégiscsak kell levegőt venni, nem? Tehát itt most itt vagyunk egy településen, azért ha itt nem lenne nedvessége a levegőnek, hát nem tudom, hogy meddig tartana a mi életünk. Nem biztos, hogy nem sokáig. Szóval, hogy a természetben vagyunk, itt, ahol most vagyunk, itt, ahol most ülünk. Most a természetben vagyunk. Ez egy érdekes gondolat talán. Mit gondolsz te a táj és a víz világáról itt a talaj vagy egy égföld irányokban? Hát én azt gondolom, hogy mint a mi életünkben és az emberek életében és a táj életében, akár agrárökológia, akár művitáj, a szervesség hiányzik. Tehát az, hogy legyenek kapcsolódási pontok. Az ember is elveszítette a kapcsolódását a tájjal, akár falvain is a kerttel. És ugye ez az én szívügyem, hogy a ne hulladékként tekintsünk arra, ami Jóska bácsi megfogalmazásában életanyag. Tehát ami lehullik a levél, és lenyírjuk a fűnyesedéket, és megszabadulunk tőle, és a hulladék gazdálkodás, vagy ipari módszerekkel erre felkészül, hogy ezt csináltam az elmúlt 12 évben. Ezt otthon is meg lehet oldani, sokkal jobb körülmények között, és a tájból az a víz is hiányzik, amit maga a szerves anyag hordoz. A szerves anyag hordozza az élet, az élet lehetőségét, élőhelyet teremt, és élelmet is ad a mindenféle állatoknak, a gerincesektől a mikroszkopikus élőlényekig, és ezt a kapcsolatot mi úgy veszítettük el, hogy a szervezetünkben sincsen megfelelő biodiverzitás akár a beleinkben, mert nem jutunk hozzá a megfelelő minőségű élelmiszerhez, a táplálékhoz inkább, és a megfelelő minőségű vízhez. Gyakorlatilag ma már az epigenetika foglalkozik azzal, hogy nem csak a biodiverzitást veszítjük el az adott tájban, hanem információt és tudást is
Tehát a baktériumok még annyira egyszerűbb is lények, hogy a tudásokat át tudják adni különböző társaiknak, nem csak fajon belül, hanem fajok között is. És erre most jöttek rá az elmúlt 30 évben kutatók, és nem hangsúlyozzák eléggé. Tehát, hogyha mi rendet akarunk tenni magunkban és a környezetünkben, akkor ezt a szerves kapcsolatokat ápolnunk kell. És az egyik legegyszerűbb dolga ennek a komposztálás, komposzt felhasználás és saját tápláléktermelés a kis kertünkben. Ami érdekes egyébként, hogy tényleg nagyon kevés olyan élőlény van, aki, hogyha ürítenie kell egy szárazföldi élőlénynek, akkor kigúvat szemekkel keres egy folyót, hogy akkor vízbe tudjon üríteni. Ugye kivéve az embert. De picit sokan vagyunk már ehhez, hogy ezt a jó kis kényelmes tudtat, ezt végigcsináljuk. Hiszen maga, amikor egy állat ürít valahová, akkor ugye a növényevők általában megkeresik azokat a helyeket, ahol már van valamilyen szénalapú avar vagy elszáradt növény, és arra ürítenek rá. Ugye a ragadozók az egyetlen, akik ugye elkaparják az ürüléküket, hogy nyilván, hogy a növényevők ne érezzék a szagukat. Tehát ez egy másik dolog. De ilyenkor elindul egy természetes komposztálódás, mert hogy levegő van a dolog. Tehát mondjuk ahhoz képest, hogy egy kerti budit valaki úgy gondol, hogy akkor az milyen kis környezetbarát, hát lehet tudni, hogy ott ugye annyira összesűrűsödik az ürülék, hogy nincs benne levegő. Innentől kezdve nem az erjedés, hanem a rohadás irányába mozdul a dolog. És úgy gondoljuk, azt hiszük, hogy akkor ezek szerint a drága dombról, ahol szintén esetleg viszonylag kevés a növény alapú elszáradt növény, amivel ugye komposztálódás működni tudna, vagy levegővel működni tudna, így aztán elkezdjük gondolni azt, hogy milyen nagyon jó, hogy az ürüléket azt simán kivisszük. Most jelen pillanatban konferenciákat rendeznek azzal kapcsolatban, hogy az ürülék darált levét, mert hogy lehet öntözni. Úgyhogy anélkül, hogy valaki azon elgondolkodna, hogy ez a szerves anyag, ami egy fantasztikus életanyag, amit Jóska bácsi, Ügyországi József professzorról van szó, Jóska bácsi mondott, hogy ez egy szerves anyag, ez egy fantasztikus lehetőség, akár az állati, akár az emberi ürülék, hogy ezzel kezdenénk valamit, azon kívül, hogy megpróbáljuk szervetleníteni, meg kicsit félünk a középkori járványoktól, amik valamikor voltak. És úgy gondoljuk, hogy akkor ezek szerint úgy kell az ürülékkel bánni, hogy megpróbáljuk szervetleníteni, és aztán utána a simán már az már tisztított vízben nyugodtan mehet az élő vízbe. Ez a legnagyobb méreg, amit el lehet képzelni. Tehát az egésznek az iránya, és Jóska bácsira is emlékezve, az valójában a föld, a talaj, illetve ez a bizonyos elszáradt növényi maradványok. Jelen pillanatban ezt bálázzák, ezeket kiválóan a szalmát, és 2 kW per óra kapcsán elégetik. És nem marad semmi azon a területen. Eltűnik a termés, és eltűnik a száraz növényzet is. Gondolják meg, mi marad akkor ott? És jön a vegyi anyag. Szóval, hogy végül is a régen a földművelőnek hívták azt, aki a földdel foglalkozott, nem véletlenül. Nem kukoricaműves volt, meg búzaműves, meg repceműves, hanem földműves, mert az volt a lényeg, hogy egészségesen tovább tudjon élni az a föld, akkor tud igazából tovább élni egy család, vagy egy nemzet is. Mit gondolsz? Merről felül lehetne? Hát 12 éves gyakorlat, az fantasztikus a komposztálással kapcsolatban. Hát igen, gyakorlatilag az ipari léptékű komposztálástól kezdve házi kertéig,
mindenben megvan a maga szépsége és a lehetősége. Nyilván az ipari lépték az már nehezebben kezelhető, de az otthoni körülmények azok mindenkinek adottak és optimálisak. Nyilván, hogyha van fölösleges zöld hulladék, akkor van hozzá terület is, hogy ezt el lehessen komposztálni. És ugye ez magában fogja rejteni azt, hogy nem csak az egészséges táplálék lehetőségét, hanem a víz megőrzését. Tehát a víz megőrzéséhez elsősorban szerves anyag kell, a szerves anyag a kötött talajokhoz azért kell, hogy a vízbe fogadását segítse, a lazatalajokhoz, a homoktalajokhoz pedig azért, hogy a vizet meg tudja tartani, hogy a gravitációval ne vigyen a tápanyagot és ne vigyen a szennyezést a talajvíz felé. Tehát minden esetben a szerves anyag az mindenre ad puffert és lehetőséget, tehát ezzel is jól kell bánnunk. Tehát a vízgazdálkodás első lépése lenne a helyes szerves anyaggazdálkodás, és utána pedig, ha már befogadóvá vált a táj vízre, illetve meg tudja tartani, akkor beszélhetnénk öntözésről. Kicsit fordítva van a napjainkban, öntözésről beszélünk, szerves anyaggazdálkodásról nem beszélünk. Nincs is úgymond támogatás tudomásom szerint így direktben, kicsit meg kellene változtatni a gondolkodásunkat ezekről az anyagokról. És hogy otthon is mit tudunk bevezetni, az megint egyénre szabott, családra, illetve mindenkinek az igényére. Tehát külföldön azért vannak erre jó példák, Jóska bácsi is jó példával járt előttünk, hogy az aromatitató telepekkel. Egy kicsit abszurd az, hogy a élelmiszer minőségű ivóvízzel szállítatjuk a szerves anyagainkat, ugye, és utána nagyon nagy energiák ellen az energiaválságokról, hogy mindenki tud saját bőrén érzi, elimináljuk azokat a légkörből származó anyagokat, amiből a szerves lét származik, tehát a szelet, az oxigén, a nitrogént és a többit. Azt gondolom, hogy a szárazodásról lehet beszélni, akkor nagyon sok téma lesz, vagy lenne. Én azt gondolom, hogy most valamit mutattunk ebből egy kicsit. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, és maradjatok még egy pár percre, kérlek benneteket. A rendezvényünknek a célja, és én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezt gondoljuk át, hogy nagyon sok jó előadó, sok minden okos dolgot mond el nekünk. De szeretném azt, hogyha létrejönne egy olyan előadás is majd a jövőben, ott, ahol ezek a okos előadók egymással értekezve önöknek tudjanak adni irányelvet, tanácsot. Tehát az, hogy hogyan történjen a szerves anyag jó felhasználása, komposztálás menetét jól megértetni az emberekkel, mert sajnos az emberek többsége nem érti a mélységét ezeknek a dolgoknak, de hogyha elmagyarázzuk, és elmagyarázzuk a hozzáértők, akkor minden világos lesz, és utána, akik itt vannak, tovább tudják majd adni ezeket az okos, értékes megoldásokat, amely a jövőknek az áloga. Tehát az, hogy az előadók összefogjanak, egymással értekezzenek, és egymást segítve is hozzanak ki olyan értékeket, tanácsokat, amit majd esetleg ebben az évben még talán ősszel jobban közre tudjuk adni majd. Jó, Lajos, tehát fogjatok össze ti előadók majd, és adjatok egy olyan, hát ha nem is egy összefoglaló füzetet, hanem te lehetséges az is majd, hogy egy összefoglaló füzetben röviden, érthetően tanácsot tudjatok adni minden honfitársunknak.
Köszönjük szépen, egyébként Szijjártó Csilla nevű társadalom is van egy fantasztikus könyve, Jóska bácsinak már a gyakorlati megvalósítása. Tehát az ő elveinek, a módszernek a gyakorlati megvalósítása is benne van. Ökológia Naturban ez a címe a könyvének egyébként, ha valaki hozzájut. És szeretnénk elmondani itt mostan, hogy március 25-én lesz a folytatása ennek a rendezvénynek, és akkor szándékozunk meghívni Csillát ide. Thank you.